Magyar testvéreim, a halálos közelmúlt, a történelmi elmezavaros jelen után, szent jövőt adjon az Isten! Gyönyörű tüntetésünkön már szinte mindent elmondtak, de még nem mindenki mondott el mindent, és minden árnyalat új erőt, új akaratot, új jövőbe feszülést jelent. Én hivatásom szerint Isten igei köszöntőt szeretnék röviden mondani a bibliai Deuteronomium 30. fejezetének 19. verséből, amikor az Isteni ige így szól: ímé, tanul hívom ellenetek ma, amen.